Sziasztok! Mai nap képekről fog nektek mesélni. Ez egy érdekes történet. A srácot kidobta a barátnője, és elhozta otthonról a könyves szekrényét. Ez egy érdekes választás. Kérdezheted magadtól, miért nem valami hasznosabbat hozott magával? Ez a srác nagyon szeret olvasni. Ami furcsa, mert nem egy okos ember. Ugye könyvekről beszélünk, papírkönyvekről. Ha itt elered az eső, gyakorlatilag pillanatokat az összes könyve szétfogázni. Sokkal egyszerűbb lett volna otthagyja a könyveket a barátnőnél, egy könyvet elhozhatott volna. Nem fog elolvasni, mennyi ez gyakorlatilag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, csak itt van 13 könyv, hát ha nem több, még ott is van 14, 15, 16, és gyakorlatilag ebben a kettes két fakban van 16 könyv. Hány ilyen fak van? 3, 6, 9, 12, 15. Szóval egy fakban van kb. 8. Ez azt jelenti, hogy 15x8, 80, 100, 120 könyvet eladott. És még csak nem is beszéltünk az újságokról. Szóval egyszerűen nem értem a srácot. Gyakorlatilag elhozott volna egy maximum két könyvet, beteszi a táskájába, nem ázik szét a könyv. És hogy hozta ide? Felhívta a haverját, hé, tesa, van egy könyves polcon, vigyük már ki a parkba. Ez is megmutatja, hogy hiába olvas az ember, attól még nem lesz okos. Nézzük a következő képet. Na, ez is egy érdekes kép. Képzeljétek el, hogy mondjuk Pisti kitalálja, hé, srácok, tartsunk egy medencés bulit. Többé mondja, miért ne? És eljönnek a bulira, és mit csinálják? Nem használják a medencét. Ott van egy kibaszott medence, és nem használják. Itt a srácnak is ezen jár az esze. Józsinak. Srácok, most komolyan ott fogtok ülni az asztal előtt, iszogattok, ahelyett, hogy bejönnétek a medencébe? Nem látom ebbe a logikát. Itt egyedül ennek a srácnak van esze. Persze gyönyörű a hely, fákkal övezett terület, teljesen jó az idő, süt a nap, kajáznak, piáznak, ha jól látom. A srácot mondjuk, ő tolószékes, őt megértem, hogy ő nem akar menni a vízbe, de az összes többinek semmi kifogása nincsen arra, hogy ne menjenek be abba a kibaszott medencébe. Ezen a képen, kérlek szépen, egy párt láthatunk, ahogy először használják a konyhát. El tudjátok képzelni, hogy egy konyha ennyire tiszta és csillogó-villogó? És nézd meg az összes fazék, lábos, minden. Ez is teljesen tiszta, még sosem használták ezeket. Gyakorlatilag még azt is megkérdőjelezem, hogy ezek igazi paprikák, meg avokádó. Hát tudom képzelni, hogy ez valami műanyag cucc. Jó, itt mondjuk látszik, hogy ezt a vágó deszkát már összekarcolták, de ezen kívül gyakorlatilag semmit nem használtak ebben a konyhában. Szóval el tudom képzelni, hogy soha az életben nem főztek a lábasban, egyszerűen csak hagymát aprítanak. Ezek állandóan hagymát aprítanak. Semmi más nem csinálnak. Az viszont érdekes, hogy így is boldognak tűnnek. Szóval lehet, hogy nagyon szeretik a hagymát. Én nem tudom. Nem tudom, hogy mi motiválja őket. A képen Anettet, Bélát, a főnököt, és Felét látjuk, éppen egy YouTube videót elemeznek, ami nagyon felhúzta Felét, mert ő dolgozni jött. Majdnem el is késett az egész melóból, majdnem még karambolt is szenvedett, és arra kell bejönnie, hogy a főnöke és Anett egy YouTube videót elemezget a munka helyett. Neki kell majd itt maradni munka után befejezni azt a melót, amit most éppen nem csinálnak. Feri már kitalálta a bosszút, és éppen azon gondolkozik, hogy jól bele fog köpni Bélának, a főnökének a poharába. Csak azt reméli, hogy marad még valamennyi víz a pohárban. Nem ez lenne az első alkalom, hogy Feri éppen beleköp valakinek az italába. Múltkor az Anettnek is már beleköpött a poharába, persze akkor éppen kávét ivott az Anett, szóval kevésbé volt feltűnő. Azért ha iszol egy pohár vizet és érzed, hogy valami habos van rajta, akkor azért az gyanús, nem? De hát ilyen ez a Feri. A képen Lajost, Patrikot és Adriánt látjuk. Lajos és Patrik éppen jó zsarú, rossz zsarút játszanak. Valaki megette a céges hűtőből a turórudit, és Patrikot gyanúsítják. Mind a ketten Patrikra gyanakszanak. Ugye azt mondtam, hogy Adriánra, mert remélem nem adok neki más nevet. Lajos próbálja játszani a jó zsarút, az együttérzőt, és mondja is Adriának, hogy
Ugyan már, Adrián, miért éppen Patrikot gyanúsítod? Csak azért, mert csoki darabok vannak az ajkán? Ez nem jelenti azt, hogy megette az utolsó turulúdit. Amit viszont ti nem tudtok, hogy Lajos ette meg az utolsó turulúdit. Csak ügyesen titkolja. 100 szónak is egy a vége. Lajos elérte, hogy Adrián kirúgja Patrikot. Hozzáteszem, nem ez az első alkalom, hogy másra fogta az eltulajdonított ételeknek az ellopását, de hát ez a Lajos egyszerűen az ilyen kis csintalan, nem bír magával. A következő pár képet pedig egy olyan blogon találtam, ahol vicces, randi oldalas képeket szedtek össze. Nézzük meg, miket hozott nekünk a Mikulás. Először is, mit is mondjak erről a képről. Nem vagyok botanikus, de én úgy tudom, hogy a rózsa az nem a WC-ben szokott teremni, és az emberek nem a csempén szoktak ülni, hanem a WC-n, a WC ülőkén, de rózsatüskébe én se szívesen ülnék. A következő képen az úriember megpróbálja megmutatni, hogy miben lehet hasznára az őt választó hölgyeknek. Nem csak, hogy takarítani is tud, besegít a házi munkában, hanem a házőrzésben is részt vesz. Nem fog sok időbe telni, amíg barátnőt talál, én úgy gondolom. Vannak olyanok is, akik a rejtőzködő képességükkel akarják elbűvölni a másik nemet. Például, lehet, hogy ti nem látjátok, de ezen a képen van egy lány, csak nagyon beolvad a környezetébe. Ugye ilyen leopár mintás ruha van rajta, és ugyanilyen takarón fekszik éppen. És ha észreveszitek, ezen a képen van egy csokor virág, és ennek a segítségével vettem észre a hölgyet is. Ha nem lett volna a virág, akkor lehet észre se veszem. Olyan ügyesen csinálta az egészet. Az egyetlen kérdésem az, hogy ha valaki ezt meglátja egy társkereső képen, akkor azt fogja mondani, hogy mégis miért tett fel valaki egy képet egy takaróról? Nem fogja észrevenni a hölgyet. Na ezzel a képpel bajban vagyok, mivel magyart akarok nektek tanítani. Na és most mit mondjak, hogy az úriember egy hajón ül, vagy egy gitáron? Honnan fogjátok tudni, hogy ez a szó mégis mit jelent? Ha azt mondom nektek, hogy gitár, vagy hajó, akkor honnan tudjátok, hogy a hajó jelenti a hajót, és a gitár a gitárt? Mert itt ezen a képen a kettő egy is ugyanaz. Gitár és hajó. De segítek egy kicsit. A hajóval zenélni szoktunk, a gitárral pedig utazni. Ja nem, bocs, fordítva. Szóval a gitárral zenélni szoktunk, a hajóval pedig utazni. Néha még én is keverem. Ezen a képen a rendkívül jó helyszínválasztást szeretném kiemelni. Ugye manapság nem könnyű kitűnni a tömegből. Az emberek manapság csak húzzák balra, jobbra a profilképeket a Tinderen, de ha meglátsz egy ilyen képet, akkor biztos, hogy megállsz egy pillanatra és elgondolkozol az illetőn. Ebben az esetben nem feltétlenül pozitív módon. Ugye egy szemét hegyen feküdni, minimum azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon egyedi választás. A következő úriember ugyancsak nem bízza véletlenre a dolgokat. Szóval láthatjuk, hogy ugye kifogott egy halat, ami nem tudom, hogy ti tudjátok-e, de a halak nem maradnak életben a levegőn. Szóval gyakorlatilag egy pár percen belül megfulladnak. Ugye kopoltyúja van, és a kopoltyúval csak a vízből lehet oxigént nyerni, a levegőből nem. Nekünk tüdőnk van, és azzal nyerjük ki az oxigént, jobban mondva, a levegőből. A halak erre nem képesek. Na már most. Az úriember ezt tudván még így is le akarja lőni a halat, amit én annak tudok be, hogy nem szereti a véletlenre bízni dolgokat. Biztos vagyok benne, hogy rendkívül hamar fog társat találni, intelligensnek tűnik, és rendkívül jó kiállása van. Viszont én már találtam is neki egy párt. Én nem tudom miért, de valahogy úgy érzem, hogy a hölgyel összeillenének. Az biztos, hogy van egy közös pont, egy közös érdeklődési kör, mégpedig a halak szeretete. Már nem tudom, hogy a szeretetnek lehet-e hívni, hogyha le akarod lőni a halat, de ugye a hölgy is valószínűleg már megölt egy halat, mivel az előbb kifejtettem nektek, ugye a halaknak kopoltyúja van, és nem tudnak oxigént kinyerni a levegőből, szóval valószínűleg ez a hal már nincs életben. Azért valljuk be, rendkívül okos döntés volt ezt a halat ide tennie a hölgynek, mivel gondoljatok bele, ha egy horgász nézi ezt a képet, már pedig miért ne pörgetnék a horgászok a Tindert, akkor biztos, hogy rá fog érni a hölgyre, ez nem kétség.
Az első kérdésem az lenne, hol fogta a halat? Milyen csalit használt? Milyen módszerrel fogta ki? Szóval gyakorlatilag a hölgy a horgászokat maga számára bebiztosította. Az ilyen embert hívom céltudatosnak. Tudja, hogy mit akar. Sört, egy jó könyvet, kaját, nyugalmat. Mi kellene több? Szerintem nincs olyan nő a világon, aki meglátja ezt a képet, és ne azt gondolná, hogy nekem ez a férfi kell. Nem tudok nélküle tovább élni. Hiszen egy dolgot mégis megegyeznék, valami szúrja a szemem. Látható, hogy nem megfelelően fogázták ki ezeket a csempéket. Hiányosak. Látjátok ezeket a hézegokat? Ez is azt mutatja nekem, hogy tökéletes férfi nem létezik. Minden más szempontból ő a tökéletes fogás a hölgyek számára, de az biztos, hogy mindig is bökni fogja a barátnőjének a csőrét, hogy miért nem lett rendesen kifogázva. Tudom, nehezen hiszitek el nekem, de ezen a képen nem egy személy van, hanem kettő. Ha megnézitek, itt látszódik a keze valakinek, és ha jobban megnézitek, akkor észre lehet venni, hogy itt egy személy van, akármennyire nehéz is kivenni. Úgy tűnik, a rejtőzködő képesség népszerű lehet ezeken a randi oldalakon. És végül, de nem utolsó sorban, egy alfa hímet akarok nektek bemutatni. A háttérválasztás rendkívül érdekes. Ugye Pokémonok vannak itt a háttérben, és az köztudott, hogy a nők buknak a Pokémonokra és a Pokémon kedvelőkre. Ez a srác duplán is bebiztosította magát. Egyrészt egy alfa hímről beszélünk, már ennek is elégnek kéne lennie, de köztudott, hogy a nők nem bírnak ellenállni a Pokémon fanoknak, szóval gyakorlatilag nekünk, átlagos férfiaknak semmi esélyt nem hagy. Ha tetszett a videó humora, akkor a figyelmetekbe ajánlom a 7 főbűn videó sorozatomat. Ez egy lejátszási lista, amelyben magyarul tolba mondok, diktálok, és történeteket csináltam olyan emberekről, akik a 7 főbűn egyikét elkövették, és extrém módon túlzásba vitték, és ilyen szarkasztikus, sötét humort használ benne, kicsit hasonlóan a mai videóhoz. Ha pedig a képeírás részt tetszett jobban, akkor figyelmetbe ajánlom egy korábbi videómat, ebben 3 képet elemeztem ki részletesen. Abban a videóban is van magyar és angol felirat, ott viszont a YouTube-nak a beépített rendszerét használtam, szóval be kell kapcsoljátok, de nyugodjatok meg, én voltam, aki a magyar és az angol verziót csinálta benne, csak kapcsoljátok be. Ne felejtsetek el lájkolni, feliratkozni és értesítést bekapcsolni. És az se, hogy a gyakorlás teszi a mestert.